Üdvözlök mindenkit, Nekrokrém vagyok, gyerekek, mi folyik itt, uram, Isten, leszálltak az angyalok a mennyből, minden hírportál és maguk az Activision is arról szól, hogy nem lesznek lootboxok a Call of Duty-ban, ilyet. Jessus, azt hittem, hogy sosem jön el, soha nem jön el ez a nap, amikor az Activision bejelenti, hogy nem lesznek lootboxok. A Call of Duty-ban. Nem tudom, hogy Magyarországon hány hírügynökség ripoltalt erről, oké? Okay? Én most mondom nektek, hogy nem lesznek lootboxok, viszont... <de>, de, és jön egy nagy de. Szeretném elmozdítani a függönyt, a sötétítő függönyt a szemetek elől, azzal a blogposzttal, amit az Activision kirakott erről az egész jelentésről, hogy ők nem fognak lootboxokat hozni, szeretném elmozdítani a sötétítő függönyt, elmozdítani a szavaikról a sötétítő függönyt, hogy mennyire kiforgatott és egyszerűen zseniálisan összerakott blog írás arról, hogy eh, hogyan fogják továbbiakban eh, mikrotranzakciókat telerakni a játékot, és ezt olyan nagyszerűen megfogalmazták, hogy az elképesztő. Először is a tény, hogy megszabadulnak, mert itt két élő a dolog, amit most fogok csinálni, ez a videó, vagy helytál, amire kijön a Call of Duty, és igazam lesz, és azt mondom, hogy jéj, vagy um, nem fog helytálni, és hála az Istennek az Activision, az Activision Blizzard, így mondom, hm, de um, és, és az, az Activision betartja a szavát, a blogpostban leírtakat, pontosan, szó szerint betartja a szavát, és úgy, ahogy mi érteni szeretnénk, úgy tartja be a szavát, és minden rendben lesz a Call of Duty mikrotranzakciók körül, becsületes mikrotranzakciók lesznek ebből a szempontból. Na de, kapaszkodjatok meg, mennyire zseniális PR fogás ez most az Activision, <coughs> bocsánat, az Activision Blizzardnak. Ugye mindenki arról beszélt, hogy a Blizzard elkurta. Elkurta a PR Blizzardnak a kapcsán, ugye? De a cég az Activision Blizzard. Oké. Okay. És az Activision egyszerűen kinyomott egy blogposztot, nem lesznek lootboxok a Call of Duty-ban. Például a Call of Duty a következő big game, a következő nagy game, ugye? Minden figyelem hirtelen a Blizzardról az Activision felé terelődött, mert ilyenkor nem kettő az egy cég. Minden, figyelem, ugye, az Activision felé terelődött, és arra, hogy nem lesznek a kodban, mindenki elfelejtette Hongkongot, Blitzchungot, mindegy, ez, ez csak egy fantasztikus um, PR húzás volt, hogy ez belekerül, és szüksége volt az Activisionnek erre. Viszont nem olyan egyszerű a dolog, mint amit látszik, és akkor jöjjön, beszélgessünk arról, hogy mi, milyen battle pass, vagy <laughs> milyen lootba, vagy mm, milyen mikrotranszakciók lesznek az új Call of Duty-ban. is, aki szeretné elolvasni ezt a blogpostot, az Activision részéről, link a videó leírásában a forrásról, szóval ez össze így tőlük jön. Először is beszéljünk uh, eredetiségében, hogy miről szól ez a, ez a Battle Pass. Arról fog szólni, vagy ez a cikk. <laughs> Arról fog szólni, hogy nem lesznek lootboxok, viszont csinálni fognak egy Battle Pass szisztemet, hasonlóan, mint a Fortnite-ban van hasonlóan, ami most a Destiny-ben van. Hasonlóan, ami mostanában az összes játékban uh, megjelenik. Csinálni fognak egy hasonló ilyen Battle Pass szisztemet. A... Az ingame uh, boltban, bocsánat, igen, az ingame boltban, ugye a mikrotranszakciós boltban semmi olyat nem lehet vásárolni, ami uh, játék befolyásoló lenne, szóval elméletileg nem pay to win. Viszont szeretnék egy-két dologra zseniálisan uh, megírt dologra ebben a blogpostban rávilágítani, és uh, némileg, ha megengeditek kifordítani ezeket a szavakat, jó? Szóval uh, a blogpostban eleve úgy indítják, hogy Introducing Crossplay to Unite Community Across All Platform. Crossplay lesz benne, köszönjük szépen. Removing Season Pass and DLC. Ó, oh, köszönjük szépen, hogy végre 2019-ben egy 60 dolláros játékért, vagy 60 eurós, vagy 60 fontos játékért végre kiszeditek belőle a DLC-ket, ugye? És Delivering Free Post Launch Multiplayer Maps, adnak multiplayer mapokat, uh, ugye, a miután megjelent a játék. Tényleg? Hát még jó, hogy ennyi pénzt adtam belőle. És akkor releaseik postulat, multiplayer maps, mode simultaneous, és új módokat, platformokat, minden platformra, mindent hoznak ingyen. Ember, azért fizettem, hogy, hogy ezt ingyen megkapjam, jó? Tehát, uh, szóval uh, ez, ez, ki, ez benne kéne a játék árába, amúgy is. De így nyitják a Blossposzot, hogy mennyi fasz a dolog, Értitek? Tehát leírják azt, hogy hogy uh, ez, ez milyen nagyszerű lesz, tehát így bemelegítenek, oké, okay? tehát így... Mm -hmm. Szó... És uh, itt írják ugye, We new battle pass system, not loot box system, tehát egy új battle pass system lesz, ez tiszta. Valószínűleg valami olyasmi lesz, hogy grindolsz, lősz, ilyen fejes, olyan fejes, ennyi kill, annyi kill, és ugye léped az XP-ket, és az xp k által ki fogod tudni, Uh, formolni, ami abban a Battle Pass uh, systemben lesz. All functional sure content has impact on game balance, such as base weapon and attachments can be unlocked simply by playing the game. Na most itt jön az első zseniális dolog, ami, ami, ami leírtak. Tehát szóval minden, ami befolyásol bír a játékra, egyszerűen csak um, feloldható azáltal, hogy játszol a játékban. Ez, 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 jelenti minden játékot befolyásoló item feloldható egyszerűen azzal játsz a játékkal. Egy tetve szóval nem említik, hogy nem tudod megvásárolni őket. Érted? Értitek, amit mondok? Tehát, hogyha fel akarsz lenni a közösségeddel, akkor oda teszed az utolsó moldatba, and you cannot purchase them either. Tehát, hogy nem tudod megvásárolni őket és ezeket. Értitek? És ugyanez igaz a Battle Pass Systemre is. Kigránydolhatod a Battle Pass Systemet, de egy szóval nem említi meg, hogy mindent, ami abba a Battle Pass Systemben van, nem fogod tudni megvásárolni. Oké. Okay. És... Uh, ha bár ott írja, hogy the new battle pass system will a player to see the content that they are earning or buying, szóval be van ismerve az, hogy ami a Battle Pass systemben van, azt előre meg is lehet vásárolni. Na most, hogy mi lesz ebben a Battle Pass systemben, ez még ki kell derüljön uh, elméletileg. És akkor... Következő. With the new Battle Pass system, players will be able to earn cut points by playing the game. Na most ugye az új Battle Pass systemben Kódpontokat is lehet kapni, ugye a kódpont a játékbéli pénzem, amit igazi pénzért veszel. Na most már ez egy kicsit azért, uh, dodgy örülök, hogy lehet kódpontokat kapni a játékba, de biztos nagyon szűkösen fognak um, vele bánni, szóval mindenképpen uh, ki akarják grindoltatni, vagyis is hosszú grind lesz valószínűleg a Battle Pass System, és mindenképpen rá akarnak venni azt, hogy vásárolt ki ezt a Battle Pass szisztemet, hogy skippeld azt az őrületes uh, grindot. Csak hogy rövidre fogjam a videót, mert olvassátok el magatok a cikket. A következő nagyon érdekes, ami, ami szemet üt nekem ezzel az egészszel az, hogy The Battle Pass and the in-game store feature variety of cosmetics content that does not impact game balance. Uh, ugye azt írja, hogy ez a Battle Pass uh, Systemben és a játékboltban uh, olyan uh, kozmetikai cuccok lesznek, amelyek nem befolyásolják a játékot. Tök jó, köszönjük szépen. De hogyha ki akarnám egészíteni ezt a mondatot, akkor valami olyasmit írnék utána még, hogy és nem lesznek benne semmiféle pay to win dolgok, amit leg lehet venni. Mert ő csak megegyezték, hogy a Game Store van, lesz egy csomó kozmetikus dolog, ami nem lesz befolyás a játékra. Egy szót sem írtak arról, hogy milyen olyan content lesz, ami befolyással lesz a játékra. Érted? Ez nem zárja ki, és ez itt a probléma, ez a nagyszerű ebben a blogpostban, amit csináltak az Activision-től, hogy nem zárja ki, az, hogy a játékban nem lesznek pay-to-win dolgok. Oké, okay, és kredit itt, hashtag macskabudja, eljutottatok a végére. Credit itt a játék készítőnek, az Infinity wordnak, Oké, okay. több ilyen kis mini tweetben rakták ki, hogy ők jelenleg nem dolgoznak semmiféle lootbox semmiféle battle pass system semmi. Tehát kredit egy kicsit az Infinity War-nak, hogy ők egy játékot szeretnének, ami jó, és ezt nyélbe ütötték. Az idei kód elmúlt 10 év, leg, elmúlt 20 év legjobb Call of duty -ag. Egy geci kód. És... És nagyon-nagyon kívánom, hogy az Activision szórószóra szóra úgy értse ezt a blogposztot, ahogy leírta, és szeretné, hogy mi értsük, hogy, hogy amikor azt olvassuk, hogy a Battle Pass in-game store will feature variety of cosmetic content no well, impact on game balance, akkor az úgy is legyen, és csak, és csak kizárólag kozmetikai dolgok legyenek, és semmi más. Oké? Okay? Mert ez a mondat, és ez az egész blogpost, úgy van megírva, hogy nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy valami pay to win lesz, vagy pay to skip the grind, és ebben az esetben elmondom, hogy hol kezdődik a, a pay to skip the grind, egy Call of Duty rendszerében, ha még véletlenül is lesz benne bármi, amit pay to win, ha még véletlenül is lesz benne valami, és mert az ott kezdődik, hogy én megveszem a kodot, és megveszem az új fegyvert is ami benne van esetleg ebben a játékban, mert hogy tudom, hogy level 20-nál, mert Battle Pass System van, level 20-nál van egy fegyver. Oké? Okay. De azt, a, azt meg lehet vásárolni is, mert hogy Battle Pass System, megvásárolom azt a fegyvert, nem gamepack, nem, nem impactos semmit a gameplay-en, persze, mert mindenki feloldhatja előbb-utóbb, de az első 20 órában én leszek a nyerő abban a játékban. Minden játékban. Mert lehet, hogy ez a fegyver amúgy egy picit erősebb mondjuk, mint az első 20 level fegyvere. Mert a Call of Duty híres arra, hogy ahogy mész, a, a, ahogy haladsz a, 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 listán a fegyverekről, és erről régen beszéltem, amikor kodvideókat csináltam, a fegyverek úgy jönnek sorba, hogy hogy beleszok és megtanulj játszani azokkal a fegyverekkel, és amire elérsz a magas level szinthez, addigra már olyan fegyvereket szűz hozzá, amivel egy kicsit tán nehezebb játszani, de viszont erőben szignifikánsan meghaladják azokat, amelyek lentebb vannak esetleg. És alapvetően így vannak összerakva a Call of duty és amint az ember ráérez ezekkel a fegyverekkel játszani, akkor igazán erősé uh, tudnak válni. Értitek? Tehát a uh, példa uh, AK-74, vagy példa, a Kod Modern Warfare, valami régét vagy a P90. A P90 Uber OP volt, amint ráéreztél a megfelelő távolságra, a célzásra, és a többi. Szóval, uh, ja, nagyjából meglátjuk, meglátjuk, és kívánom, hogy ne így legyen, hogy ahogy én uh, mögé látok ennek a, ennek a dolognak, szóval uh, egy, egy érdekes Érdekes blogpost. Remélem, és azért ott, a, ott van a priorder gomb a blogpost előtt az félrétés De érdemes elolvasni, és tényleg végig gondolni, hogy mi a szavak mögöttes tartalma, és miért nem nyugtatták meg a, a, a közösséget azzal, hogy hozzátettek csak egy egyszerű mondatot, és semmi más nem lesz, csak kozmetikum. És battle pass system lesz, ahol, ahol szabályosan végig kell lépkedni a szinteket, és nem vásárolhatod ki a századik szinten lévő fegyvert. Vagy attachmentet, vagy akármit, vagy nukeskint, vagy mit tudom, amiket raknak bele valapság egy izé battle pass systemben. Egyelőre, egyelőre úgy néz ki, hogy ez egy, ez egy haladás a jó irányba, oké? Okay, tehát a Battle Pass System sem a legjobb, dolog, főleg, hogyha a függőség, mert a függőségeinkre alapoz, de nagyon, ugye, be kell jelentkezek ebbe a játékban, mert hogy ö, Battle Pass -e van, bocsánat, <coughs> be kell jelentkezek ebbe a játékban, mert úristen, ma fogom megkapni azt a droppot, és ha nem, akkor kész. Szóval a függőségeinkre alapoz, és az is elég veszélyes, nem feltétlenül értek egyet vele azzal is, de legalább nem olyan feltétlenül Uh, egy, egy, egy becsületes Battle Pass szisztem nem feltétlenül uh, fogja agyon nyomni a pénztárcánkat ezzel a dologgal, de itt az Activision-ről beszélünk, érzek a Destiny 2-nek a Battle Pass rendszere um, elég korrekt a Warframe Battle Pass rendszere elég korrekt, uh, egy-két játék Battle Pass rendszere elég korrekt oké okay csak a függőségedre alapoz. Csak annyi, annyi, annyi vele a hogy csak rámegy a függőségedre. És ennyi viszont itt az Activisionről van szó. Activision Blizzardról van szó. Dő. Na jó, srácok, ennyi, ennyi lett volna ez a videó. Ezt remélem, remélem hogy sikerült egy másik perspektívát rávilágítani erre, a, erre az egészre. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!